Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Ez a Kanizsa TV szerdai híradója. Fontosabb híreinket mutatjuk röviden. Anyajegy szűrés. A kórház célja, minél többen vegyenek részt május 8-a és 26-a között a vizsgálaton. Herman Otto emléktábor. Gyermekotthonban élő fiatalok töltenek egy hetet Zalaszabarban. Ékszerdoboz. Zala vármegye népzenéje. Igazi kuriózum. Idén is lesz ingyenes anyajegyszűrés a Kanizsai Dorottya kórházban. A szakemberek szeretnék, ha minél többen elmennének a vizsgálatra május 8-a és 26-a között. Az alig pár perces ellenőrzéssel ugyanis könnyen kiszűrhetőek a melanómás esetek. Tavaly csak nem 700 embert vizsgáltak meg, közülük 7 esetben gyanús bőrelváltozást találtak. Ez egy tulajdonképpen már eleve egy bőrmutáció. Ezzel a készülékkel vizsgálják az anyajegyeket. A szakemberek szerint érdemes eljárni szűrésekre, hogy megállapítsák, történt-e valamilyen elváltozás a bőrön. A megváltozott szerkezetű anyajegy ugyanis melanóma is lehet, ami a legagresszívabb bőrrákok közé tartozik, ráadásul korai halálozáshoz is vezethet. Minél előbb történik egy gyanús anyajegynek az eltávolítása, az azt jelenti, hogy időben és esetleg következmény nélkül marad. Tehát tévhit, hogyha egy anyajegyet eltávolítanak, akkor abból nagyobb probléma lehet. Ez az eddigi idők folyamán nem igazolódott be, tehát abból probléma nincs, hogyha egy festékes anyajegyet eltávolítanak, azért, mert a szerkezete megváltozott, és gyanú lehet arra, hogy melanómává fajul. Amíg 2001-ben országos szinten közel 1300 új melanómás esetet regisztráltak, addig 2005-ben ez a szám közel 1900-ra emelkedett. A megbetegedések száma pedig folyamatosan emelkedik. Manapság 2-szer annyi esetet regisztrálnak, mint 10 évvel ezelőtt. A kórház vezetése ezért is tartotta fontosnak, hogy május 8-a és 26-a között csatlakozva a Melanoma Világnaphoz ingyenes szűrést szervezzenek. Ez egy a kórház által biztosított ingyenes szűrővizsgálat, amire az emberek bárki előjegyzés alapján bejelentkezhet, és itt egy ingyenes vizsgálatot végzünk a bőréről, a bőrén lévő anyajegyekről. Nyilván ez azért van, mert ha esetleg a bőrgyógyászaink által olyan pozitívnak vélt esetet szűrünk ki, ami tovább lépést igényel, akkor megtesszük azokat a lépéseket, hogy a beteg sebészhez kerülhessen, és minél előbb eltávolítsuk azt a oda nem illő bőrelváltozást a bőréről. A kórház tavaly csatlakozott először az akcióhoz, akkor csak nem 700 embert vizsgáltak meg, közülük pedig 7 gyanús esetet szűrtek ki. Gyermekotthonban élő fiatalok tölthetnek el egy hetet a zalaszabari holnapocska táborban. A több mint 40 diák megismerkedhet a közvetlen környezettel és élővilággal, valamint számos szórakozási lehetőség közül is választhat. Az egyhetes kikapcsolódásba tegnap a sajtómunkatársa is betekinthettek. A tanulás mellett a mosoly, a jókedv és a vidámság jellemzi a Herman Otto emléktábort Zalaszabarban. A programon olyan fiatalok vesznek részt, akik kiemelkedőek a természet ismeretben, és jó a magatartásuk. Nekem minden tetszett egyébként, de este bulizunk, zenét hallgatunk, ugye zenére kelünk, és nagyon sokat nevetünk, például lézerpisztolyoztunk, ugye hófánkoztunk, akkor ugye azzal a villámféleséggel játszottunk, és egyébként én nagyon élveztem ezt a pár napot, és még szerintem élvezni is fogom a maradandót. Az egyhetes kikapcsolódásban a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy, Zala és Vas megye több mint 40 fiatalja vesz részt. A táborozást a Herman Otto intézet támogatja. Az az élmény, amit itt a gyerekek kapnak kiszakadva a mindennapi környezetükből, az egy életre elkíséri őket, és azt gondoljuk, hogy a természeti nevelés, a környezettudatosságra a nevelés ebben a környezetben a leghatékonyabb a gyerekek számára, és valóban egy életre szóló élményt ad nekik, ami később majd akár az ő gyerekeikre is átrakódhat, amit itt tanulnak a többiekkel. A diákok itt közelről ismerkedhetnek meg a természet értékeivel, ami inspiráló lehet, mondta V. Németh Zsolt a zalaszabari táborban. Az államtitkár hozzátette, a kormány 2800 milliárd forintot költ környezetvédelemre ebben a ciklusban, de ezen belül a szemléletformálás az, ami többszörösen is megtérül. Kellenek ezért ezek a táborok, hogy
megismerjük egyrészt az alapvető ismereteket, meg a szemléletünk formálódjon. Vagy a másik területen, hogy a hulladék hasznosításnál nincs az az állami pénz, nincs az a jogszabályrendszer, ami sikereket tud akkor elérni, ha maguk a lakosok, azok nem változnak, és hát gyerekkorba kell ezt elkezdeni egyértelműen. Erre ez az alaszabadi tábor kiváló. A program pénteken zárul, addig is rengeteg ismeretterjesztő órán vehetnek részt a fiatalok, valamint számtalan szórakozási lehetőség közül választhatnak. Nyugdíjas parlament volt Kanizsán. Az országjáró sorozat zalai állomásán civil szervezetek és klubok tagjai a nyugdíjasok helyzetéről, az őket érintő gondokról, valamint a szociális ellátórendszerről beszélgettek MSZP-s országgyűlési képviselőkkel a sajtó kizárásával. Gurnándor, az MSZP alelnöke a tanácskozást követően azt mondta, szerintük rugalmasabban kellene kezelni a nyugdíjkorhatárt, törvénybe kellene foglalni a nyugdíjak emelését, és 50 ezer forint fölé kell emelni a teljes jogú nyugdíjak minimumát. A megállapításoknál nagyon fontos, hogy a nyugdíjasoknak a fogyasztási szokásai azok, hát sajnos, de egészen másak, mint az aktív korúak, hiszen ők alapvetően élelmiszert fogyasztanak nyilván, gyógyszert fogyasztanak és rezsiköltségfinanszírozást tesznek. Nem plazma TV-t vásárolgatnak két évente vagy három évente. Ebből fakadóan az infláció megállapításához illesztetlen a nyugdíjas kosárban szereplő termékek kellenének, hogy a meghatározóak legyenek, és hát persze hozzáteszem, hogy mindezek mellett a gazdaság növekedéséből származó, a nettó bérek növekedéséből származó hatásoknak is érvényesülni kellene a nyugdíj emeléseknél. Sajnálat helyett elfogadás. Fogyatékkal élők élethelyzeteit ismerhették meg a kiskanizsai iskolások. Az úgynevezett interaktív érzékenyítő foglalkozáson a szemléletformálás volt a középpontban. Kicsit nagyobb zokni a lábadnál, de tulajdonképpen addig húzd így le. Kell csinálni. Húzd le ezt az okot. Húzd, úgy, nagyon ügyes. Esélyórákat tartottak a kiskanizsai iskola alsósainak. A diákok a fogyatékkal élők mindennapjaival ismerkedtek. A Zalai Kutyabarátok Egyesülete terápiás kutyákat hozott a rendhagyó foglalkozásra. Az iskolában nincsen fogyatékkal élő gyerek, mégis fontosnak tartjuk azt, hogy az iskolában a gyerekek megismerjék ezeket a dolgokat. Ennek keretében ma két órán keresztül olyan programokat szeretnénk véghez vinni segítséggel, ami arról szól, hogy a gyerekek mozgássérült, illetve látásukban korlátozott vagy látássérült fogyatékos emberek életét megismerjék. A 2012 óta működő Zala-megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház egyik fő tevékenysége a társadalmi érzékenyítés. Nagyon fontos az elfogadás, és hogy sajnálat helyett azt értsék meg a gyerekek, és abban nőjenek fel, hogy a másság az nem feltétlenül rossz, hogy azt is el kell fogadni, és az alapvető szemléletet szeretnénk egy picit átalakítani, hogy ne essenek kétségbe, ne jöjjenek zavarba, hanem tudják, hogy hogyan viszonyuljanak a fogyatékkal élő emberekhez. A diákok a foglalkozáson dolgozhattak a segítőkutyákkal, valamint a kerekesszéket is kipróbálhatták. Átadták a Péterfi Sándor nevével fémjelzett megyei tanulmányi verseny és művészeti vetélkedő díjait. A versenyt április elején rendezték, a dobogósok pedig tegnap vehették át jutalmukat a kanizsai iskolában. Idegen nyelvek, matematika, humántárgyak, mesemondás és népdaléneklés is szerepelt a megmérettetésen. A több mint két évtizedes hagyománnyal rendelkező versenyen alsósok és felsősök egyaránt bizonyíthattak. Egy időben elterjedt a magyarokról az a hír, hogy a magyarok a Marsról jöttek, mert annyi tudóst adtak a világnak, hogy ehhez egy különleges tehetség kellett. Én úgy látom, hogy az utánpótlás megvan, kis marslapókkal van tele a termünk, most már ti mindenképpen győztesek vagytok. Zala vármegye népzenéje egyedi, igazi kuriózum, a térség egy kis ékszerdoboz. Ezt Horváth Károly népzenész mondta híradónknak. A népzenetanár tegnap a Túri György Múzeumban tartott dalokkal illusztrált előadást. A Zala népzenéje a Hagyományok tükrében című programon szó volt a kutatási eredményekről, az utókornak fennmaradt dallamokról, hangszerekről, húsvéti és pünkösdi szokásokról. Ifjabb Horváth Károly édesapja munkáját folytatja és szerencsésnek vallja magát, mert még napjainkban is találkozik olyan emberekkel, akik érdekes és értékes információkkal szolgálnak a népzenéről. A népművészet ifjú mestere szerint Zalának is megvannak a maga jellegzetességei.
hogy a szokás hagyományaiból a regős anyagában egyedi, a párosító anyagában szintén az, tehát ezt már régebbi kutatók is felderítették, és azt a fajta sokszínűségét szeretném én is érzékeltetni itt az előadáson is, és természetesen amerre járok, hogy a vármegyén belül ezek a kisebb dialektusok milyen érdekes hagyatékkal rendelkeznek, és hát természetesen akik Zalába jönnek és megismerkednek ezzel a kultúrával, vagy mi terjesztjük máshol a zalai kultúrát, azt mondják, hogy valóban egy kis ilyen ékszerdoboz, kis kuriózum, mert számtalan olyan dallama van, ami természetesen az ország más táján nem található meg. Még május első hetében is látható a Péterfi iskola Tűzzománc kiállítása. Az alkotó egy zalaegerszegi művésztanár, Nagy Szilvia a 80-as évek vége óta tanít rajzot az Adi iskolában és az ottani Tűzzománc műhely vezetője is. A mostani tárlat régi és új alkotások révén ad keresztmetszetet munkásságából, színes és monokróm, elgondolkodtató és játékos képeket egyaránt kiállítottak. A Tűzzománc képeket korábban a Kőrösi iskolában is bemutatták. Minden gyakorlata érmet hozott a Szandiának. A lányok legutóbb a 25. Eurosho Dance Festen szerepeltek a szerbiai testvérvárosban Magyar Kanizsán. A nemzetközi porondon 8 ország 1200 táncosa mutatta meg, mire képes. A kanizsaiak 5 gyakorlatot vittek és 4 ezüst, illetve egy aranyérmet hoztak haza. Utóbbit az Open kis csoport kategóriában szerezték Utódok című koreográfiájukkal. A szandiások nem pihennek, hiszen a hétvégén egy újabb versenyen, a Kristál Kupán vesznek részt. Most pedig fontosabb híreink újra egy-egy mondatban. Anyajegy szűrés. A kórház célja, minél többen vegyenek részt május 8-a és 26-a között a vizsgálaton. Herman Otto emléktábor. Gyermekotthonban élő fiatalok töltenek egy hetet Zalaszabarban. Ékszerdoboz. Zala vármegye népzenéje. Igazi kuriózum. Ez volt a Kanizsa TV szerdai híradója. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. További szép estét kívánok. Viszontlátásra!